Magyar népmese, az aranyparázs. Volt egyszer két testvér, az egyik nagyon gazdag volt, a másik nagyon szegény. A gazdagnak sok földje volt, nagy mélese, gulyája, a szegénynek még csak egy sovány kecskéjese, de gyereke annál több, míg a gazdagnak se fia, se lánya nem volt. Elküldi egyszer a szegény ember az egyik gyereket, hogy kérjen a gazdagtól valami kis lisztet, meg savót, hadd egyenek valamit. De bizony a gazdag ember nem adott semmit, a szegény ember gyereke sírva jött haza. Pánkódott a szegény ember, eleget, de a gazdag testvére nem segíti semmiben. Sírtak a gyerekek, hogy éhesek. Hát felkerekedett a szegény ember, elment a szomszéd faluba dolgozni. Este, mikor hazafelé ment, látta, hogy az erdőben tűz ég. Gondolta, megmelegszik egy kicsit, mert nagyon hideg volt. Mikor közelebb ment a tűzhöz, látta, hogy egy öreg ember ül a tűz mellett. Jó estét, öreg apám! Köszön a szegény ember. Neked is, fiam. Hát te merre jársz? A szegény ember elpanaszolta bánatát, aztán elköszönt az öregtől, és hazament. Otthon még jobban sírtak a gyerekek, mert egész nap aligettek valamicske krumplit, és nagyon fáztak is. Azt mondja a szegény ember a feleségének, eredj el testvéremhez, adjon legalább egy kis parazsat, mert megfagynak a gyerekek. Elment a szegény asszony, de csak hamar sírva jött vissza, mert a szegény ember még parazsat sem adott. Na, majd hozok én, mondta a szegény ember. Csak egy kicsit messze van. Aztán elindult vissza az erdőbe. Az öreg ember még mindig ott ült a tűz mellett, attól kért a szegény embert parazsat. Vigyél csak, fiam, egy jó lapáta való parazsat. Ami nem fél a tűzhelybe, terítsd szét az udvarban. A szegény ember megköszönte, és vitte haza a parazsat. Otthon olyan jó meleg lett, hogy a felét kivitte az udvarba. Másnap reggel, amikor felébredtek, látják ám, hogy a tűzhely teli van arannyal. De még az udvar is, ahová fölösleges parazsat szórták. Mikor felszedték a sok aranyat, meg akarták mérni, de nem volt a házban véka. Elment a szegény ember a gazdag testvéréhez vékáért. Adok, mondta a gazdag, de csak úgy, ha holnap ledolgozod. A szegény ember megígérte. Otthon megmérték az aranyat, bizony éppen 7 véka lett tele. Mikor az egyik gyerekkel visszaküldték a vékát, a gazdag meglátott a véka alján egy csillogó aranyat. A nagy sietségben nem vette észre a szegény ember, hogy még egy arany van a vékában. Nosza, futott is a gazdag a szegényhez, mintha kutya haladta volna, s elállt szeme szája a sok arany láttán. Ez meg honnét van? Kérdezte irigyen. A szegény ember elmondta, hogy az öregtől kapott az erdőn parazsat, a fölösleges szétterítette az udaron, abból lett az arany. Megörült a gazdag ember, mindjárt ment is az erdőbe, de nem egy lapátra való parazsat hozott, hanem egy üstel. Vitte haza boldogan. Még futott is, olyan jó kedve kerekedett. Bolond az én testvérem, gondolta. Igaz, mindig is ilyen volt, majd megmutatom, hogy több aranyom lesz. Otthon aztán nem csak az udvarba terítette szét a fölösleges parazsat, hanem vitt belőle a csűrbe, meg a padlásra is. Nem bírta kivárni a reggelt. Már hajnalban fölkelt, hogy összeszedje az aranyat? Ez volt a szerencséje, mert ha még tovább is az ágyban marad, ő is bennégett volna a házban. Mert bizony az egész ház leégett, a gazdag ember meg kódos botra jutott.